egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Krétával körberajzolt tetemes összeg. A tetthelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk! Folytatódik a Millás reggeli. Szép jó reggelt kívánunk, itt vagyunk ismét. 7 óra 12 perc van. Az eső, hát, esik, csöpörög, hát továbbra is. De ez úgy tűnik, hogy a mai napra is úgy nagyjából kiterjed, úgyhogy óvatosan a közlekedéssel, illetve lassan haladjatok, azt kérnénk mindenkitől, így most a növekvő forgalomban, hogy az alsó tagozatok megnyithatnak az iskolákban. Nézzük, mit írnak gyorsan a hallgatók. Ja, nem mutatkozunk be, Mihálovics András az egyik műsorvezető. És Ács Gábor, jó reggelt kívánok én is. Van közlekedési információ, úgyhogy azt nyomjuk le. Jó, előtte még egyéb hallgató üzeneteket gyorsan bebigyeztek, mert eddig erre nem került sor. Azt mondja, hogy ez közlekedés, mondjuk messzelhetnék a gazdák a gyümölcsfák törzsét, hogy késleltessék a virágzást, csak egyszerűbb sírni a fagy miatt. Oho, jó, ez neked szólt, majd biztos reagálsz rá. Aztán tök szépen esik az eső, pont jól jön a krumplira és a csicsókámra, a baracknak annyi, pár virág maradt meg. A válasz tökéletes, amit lehet csinálni rá. Ez is neked jött, úgyhogy két ellentétes vélemény, mit szólsz ezekhez? Kibisznek semmi se, drága, úgyhogy inkább semmi. Nézzük akkor a közlekedést. Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy-n. Szerencsére balesetről nem, de bőséges sávlezárásról azért kaptunk hírt. Például a 13. kerületben a Reiter-Ferenc utcában, a Keszkenő utcában, utcánál mindkét irányban, ott vízvezetéket építenek, aztán a 17. kerületben a Ferihegyi úton, a Vörösmarty utcánál a forgalom egy sávon váltakozó halad, ott is vízvezetéket javítanak. Egyirányosították a 13. kerületben a Lomb utcát, a Petneházitól a Frangepán utcáig, ott gázvezetéket építenek, és aki nem tudná, lombtalanítás van a 12. kerületben, úgyhogy forgalomkorlátozás van a Kútvölgyi, Csillagvölgyi, Mátyás király, Istenhegyi lejtő, Fogaskerek utca, Szilágyi Erzsébet fasor által határolt területen. Morgan Rainman, kartársak, most mi van? Tegnap is eláztam, meg fáztam is, jöhetne már a Mikulás, aztán kifelé mennénk végre a télből. Persze, ilyenkor még úgysem nem vannak majdnem bármerre is, írja Lopapa az ő szokásos stílusában. Hozzátéve, hogy a klinikák üllői körút Baross Rákóczi élhető, mondjuk enyhítik is, az elgéti a fülemen a hideg esőt. Igen, az jó ötlet. Aztán Hungária délfelé a Tököli előtt már most 6.45-kor igényelni a dugulás elhárítást. M5-ös Ecseritől áll, húha, de sok van, és mozgós jó reggelt kartársak, M-kartárs, kettő tüsszentés jelen helyzetben már nem bölcsi kompatibilis. Szerencsére nagyszülők már mindkét oltást megkapták, így úton vagyunk Pestre, hozzájuk részidő később érkezik D-kartárstól. Másoktól is várjuk a közlekedési infókat. Esős a reggel, rossz idő van, és nyitottak az alsó tagozatok már most. Több a fennakadás, várjuk a további infókat. Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről. No, hát a hírcsokrot, amelyet szögeltünk, azt most átnyújtanánk. Kérem szépen, négy budapesti fürdő is megnyit. Azt hittem, az étteremmel fogod kezdeni. Na jó, oké. Okay. Nem, az kicsit ilyen bulváros, és azért gondoltam, hogy a kicsit legyünk közszolgálati lag ebbe benne, mert hogy fürödni még nem lehet, ez a legfontosabb információ, de négy budapesti fürdő, mint említettem, megnyit, a Széchenyi, a Szent Lukács, a Paskál és a Pesterzsébeti fürdők be lehet menni, de csak orvosi beutalóval, úgyhogy gyógykezeléseket lehet igénybe venni
ezekben az intézményekben, írja a Budapest Gyógyfürdő és Hévizei ZRT. A betegek az orvosi gyógymasszást, az iszappakolást, a víz alatti vízsugármasszást, a szénsavas kátfürdőt, valamint a Széchenyi és a Szent Lukács fürdőkben a komplex fürdőgyógyászati osztályokon a gyógytornát és a fizikoterápiás kezeléseket vehetik igénybe. A gyógyvizes medence fürdő szolgáltatást azonban továbbra sem. Tehát ez a... Közlekedésben, tömegközlekedésben, igen, a legfontosabb info, hogy visszaáll a tanszüneti menetrend, az, nem, a tanszünetiről visszaáll az iskola időszakra, tanítási hétköznapokra érvényes menetrend, plusz ezt még a járvány időszak első felében pont azért, hogy ne legyen tömeg a buszokon, még sűrítették és minden busz beállítottak, tehát most sokkal-sokkal kisebb forgalom mellé, mint amikor még az iskolák nyitva voltak, sokkal sűrűbb közlekedés társul. Adófizetői oldalról fölmerülhet, hogy nem pazarlás ez, mert nagyrészt, vagy nem nagyrészt, de azért sokfelé nagyon kicsi töltöttséggel mennek a buszok, a járványügyi szempontból viszont nyilván szükségesnek nevezhető, hogy minél távolabb állhassanak, jobban lehessen tartani a távolságot az iskolában menés időszakában is. És ehhez kapcsolódó info, bár erről volt szó, de gyorsan megismétlem, nem kell bérletet venni annak, aki most iskolába indul. Budapesten a hónap végéig az alsó tagozatosok, a diák igazolványok felmutatásával ingyen utazhatnak a tömegközlekedési járművek. Igen. Aztán a G7 egyik cikke ír egy érdekeset, amit Gábor már felhánytorgatott. Alig van olyan étterem, amely nagyobb kárt okozott volna a budapesti turizmusnak, mint a Váci utcai turista csapdák közül is kiemelkedő Monarchia Old és elődje a Galilei. Ez ugye a Váci utca és a Havas utca kereszteződésénél működött, a 2010-es évek elején Budapest legrosszabb étterme volt, de hiába jelent meg róla számos elborzasztó történet, még a rendőröket is rendszeresen ráhívták az étteremre, végül a koronavírus járvány söpörte el. Például 2013 környékén a világ egyik legjelentősebb utazási platformán, a TripAdvisor-on sorozatban jelentek meg róla felháborodott vélemények. A lényeg az volt, hogy pocsék a kaja, arcpirítóak az árak, igénytelen a vendégtér, és nagyon lehúzzák őket az agresszív személyzet tagjai. Az Origo pedig egy riportot közölt, hetente kétszer hívták rájuk a rendőrséget az átvágott vendégek, és hát volt egy másik cikk is, a 444-en, amely meg elmondta volt munkatársakra hivatkozva, hogy miket műveltek, maradékételt felhasználták újra, használt korsókat csak ritkán mosták el, kint hagyták a húst a kocsiban egy napra, másnap aztán csak több fűszert adtak hozzá, de felhasználták. Az olivás spagettibe se olívaolaj, se olívabogyó nem volt, sima étolaj és zöld borsó ment helyette a tésztára. Azt mondták, amikor ezt reklamálták, hogy ez a magyar oliva. Ketchup, mustár, majonéz nem volt, a szakácsok kirakta, de mind üres volt. Egy vendég szólt, hogy az adott szett üres, akkor vittek neki egy másik üreset, azzal a címszóval, hogy úgyis megunja. Szóval ilyen horror történetek voltak, a vendég észrevételeket nem is. Citálnám tovább, de nem fog újra megnyitni. Az üzlethelyiség kiadóvá vált, a működtető családtagjai azt mondták telefonon, hogy az ingatlan az övék, de az éttermet már nem ők üzemeltették, bár nem árulták el, hogy ki volt az, aki üzemeltette. Fél éve próbálják kiadni ezt és egy másik üzlethelyiséget a Váci utcában, de még érdeklődők sem akadnak. Gyakorlatilag a Váci utcában végig hasonló a helyzet, senki nem érdeklődik a kiadó ingatlanok ellenére, annak ellenére sem találnak bérlőt, hogy 10-30%-kal lejjebb vitték a bérleti díjakat. Hát, hogy legyünk őszinték azért. Ez így most nagyon érdekesen hangzik, de miután fogalma nem lehet senkinek, hogy mikor lesz turizmus, mikor jöhetnek a külföldiek, és mondjuk Magyarország mennyit tesz azért, hogy ebben részt vegyen, és hogy mennyire fontos, hogy visszacsábítsuk a turistákat, mert a külföldi turistákat, mert nincsen semmi információ. Hogy is mondjam, nem jön ki a matek, tehát elég nagy kockázatot vállal, aki 10-20%-kal lejjebb most turistákra. Igen. Kimondottan turistákra hajtó éttermet nyit, ugyanakkor az sem feltétlen igaz, hogy csak és kizárólag ők lettek volna, úgymond lehet, hogy a jéghegy csúcsa ez a két étterem volt, de azért hasonlóan működnek elég sokan sajnos. Talán egyre kevesebben az elmúlt években, de többen is. No, ennyit a budapesti hírekről.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el.